Sziasztok, elkezdtem egy újabb videóval, és ebben a videóban, ahogy a címből is láthatjátok, a nézőink Snapchatjébe fogok belépni. Külföldön láttam ezt a témát, és nagyon sok embernek tetszett, és rengetegen nézték ezeket a videókat, úgyhogy úgy gondoltam, hogy menet csinálhatnám meg, mert szerintem több buli lenne. És amúgy nagyon meglepődtem, ugyanis ugye kiírtam Instagramra, hogy küldjetek nekem DM-be akkor felhasználókat és jelszavakat, hogyha bíztok bennem. És nem gondoltam volna, hogy ennyien fogtok írni, rengetegen írtatok, és nagyon szépen köszönöm, ez amúgy nagyon jól esik, mert ez azt jelenti, hogy bíztok bennem. Köszönöm. De hogyha tetszik, akkor mindenképpen jelezzetek nekem egy lájkkal, mert akkor onnan fogom tudni, hogy akkor legyen a következő rész. Na, arra gondoltam egyébként, hogy egy fiút és egy lányt fogok most az elején kiválasztani, csak hogy meglegyen mind a két oldal. És amúgy nagyon izgi, rettentően izgulok. Fel is veszem a szemüvegem. Így most már látni is fogom. Le is töltöttem amúgy a Snapchatet, egyébként nekem nincs Snapchatem már 1000 éve. Egyszer volt még annó 70-ben, de amúgy egyáltalán nem használtam, meg így amúgy nem is szeretem nagyon. Szóval nekem nincs, úgyhogy le is kellett töltenem. Na de akkor választunk ki egy embert. Hú, de nehéz lesz most ez, úgyhogy 5 év múlva találkozunk. 5 minutes later. Jó, kiválasztottam egy lányt, legyen először most egy csajszi. És akkor lépjünk is be a fiókjába. Annyira izgulok, rendesen kimelegettem. Amúgy nem tudom, mennyi lehet hallani, de kint porszívóznak. Pont akkor, mindig akkor történik valami, amikor Polla éppen videózik. Szóval, hogyha elkezdek egy játékvideót, akkor zongoráznak, kiabálnak, futkorásznak, ördögöt űznek, és most elkezdek megint egy videót, kint porszívóznak. Tök jó, nem? Na, meg is van az első emberünk, egy csajszika akkor, ahogy mondtam. Be is lépünk. 1 hour later. Nem mentjük a jelszót. 1 eternity later. Oksi! Oksi, beléptem egy csajszihoz. Úristen, mennyi ember van, nem akarom megnyitni a snapjüket, úgyhogy mindenkinek küldök egy képet. Milyen effektek vannak, már nagyon rég nem használtam egyébként a Snapchatot. Wow, ezek milyen kis aranyosnak tűnök. Miért küldjek? Ó, miért küldjek? Figyelj, küldök egy ilyen egyszerű képet, jó? Vagy videót küldjek? Jó, küldök egy videót. Bizú. Oké, elküldöm mindenkinek. Ó, nagyon kíváncsi leszek. Nagyon kíváncsi leszek. Na, mi lesz? Valaki nézze már meg. Haló? Haló? Na, már valaki megnézte! Nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a reakció. Na! kaptam egy üzit! És csak kiröhögtek. Hát jó, elszomorító. Typing. Ez így nem ér amúgy, hogy csak egy ember nézte meg. Többiek nézzétek meg a sztoriaim. Vagyis hát a sztorim. Na már, alakulnak itt a dolgok. Újra nézték a sztorim. Hoppá. Véletlen. Én screeneltem? Kiírja, hogy izé? Hogy felveszem? Mi? De fel se ismert. Vagy de? Én most összezavarodtam. Na várjatok! Felveszi a képernyő felvételemet, mert ugye most képernyő felvételem van. Azt felveszi végig, és ezt kiírja nekik? Vagy mi? Talál. Nem hiszi el, hogy én vagyok! Nem hiszi el, hogy én vagyok? Mert azt mondják, hogy nem. De én vagyok, hogy lehet neki küldeni külön. És hogyha én vagyok, és videózom, akkor mizú? Na nézzük, elküldtem neki egy személyes videót. Hogy csak nagyon hasonlít rá. Kíváncsi vagyok. Viszont a stillesem nem hiszi el, hogy én vagyok. Azért mutatja, hogy felveszi, mert felveszem, mert videózom. Csak elhiszi. Vagy nem, mintha nem is esett el volna neki. A
másik csávó újra veszi. És még screenelt is. Hey! Ez így nem ér. Felvette a képernyőt, nem is engedtem meg. És újra veszi ő is. Na? Micsoda? Ali. Jó, ez nagyon tetszik, imádom őket. Jézus, Julia, miket csinálsz? Mi? Nem hiszi el? Most nem hiszi el. Én vagyok. Polla. De most nem hiszi el. Kajak nem hiszi el. Stille sem, higgyed el. Most nem hiszi el, hogy én vagyok? Igen, igen. Most kajak nem hiszed el. Nem hiszi el. Benne lesz a videóba. Itt van videó. Na így most már talán elviszi. De nem vagyok Julia. Én vagyok Polla. Nagyon aranyos. Nem hiszi el. Hát küldtem, most elküldtem neki azt, hogy benne lesz a videóba. Most már talán elviszi. Kiégek. Hát jó. Yes, real! Ez nagyon jó! Férjem, mi ez? Mit mi ez? Na, utolsókat nézem, aztán megyünk tovább, hogy ne ezzel húzzuk itt a időt. Ezt hogy? Varázslat. Jézus! Kezdek félni, hogy emlékezet kihagyásod van. Mi? Mi történik? Nem értem! Én zavarodok össze, nem ők, ők zavarnak össze engem! Küldjünk neki képet. Lehet nem is tudja, hogy ki vagyok. Tesó, mi van? Nagyon imádom! Nekem ez nagyon tetszik! Jaj, de jó! Na nézzük, mi van itt még? Hoppa! Beléptem Juliának a snapjébe, és mindenki azt hiszi, hogy direkt veszem fel a képernyőt, pedig nem, a videóra muszáj fölvennem. Csak így nem hiszi el senki. Férjem se hiszi el. Vagy hát a férje, bocsánat, nem az én férjem, elnézést kérek szépen. Legyen ennyi! Megyek, kövi, snap, be is. Örültem nagyon. Na! Lépek! Köszönöm szépen, Júlia, hogy megengedted, hogy beléphessek a Snapchatedben, nagyon élveztem. Barátaid kicsit összezavarodtak. De ahogy nagyon cukik, ahogy engem is összezavartak, mert lehet, hogy valaki nem is hitte el. Közben itt amúgy még nem tudtam még kilépni, és itt már screenelgetik a dolgokat, így kezd leesni mindenkinek, hogy én voltam. Hogy kell kilépni, Julia? Mit csináljak? Na, a következő ember legyen egy srác. Lépjünk be ennek a srácnak a snapjébe. Be is írom gyorsan itt a dolgokat. Aztán, hogyha lesz időnk, és nem olyan hosszú a videó, akkor még lehet belépek még egy emberhez. De egyébként én nagyon élvezem. Micsoda akciók voltak itt amúgy, nagyon élveztem. Azt fogom csinálni, hogy itt is küldök mindenkinek egy képet, most valami másikat. Mik vannak itt? Arcpakolás. Júj, ez ilyen kis aranyos. Most küldjünk valami más miért. Miért küldjünk? Várjatok! Mondjuk itt. Ez jó! Ilyet küldök, jó? Jó, elküldöm ennyi embernek, aztán meglátjuk, mi lesz itt. Valaki már amúgy írt, de én ezt nem akarom megnézni, mert ez nem nekem szólt, meg még miért beléptem már akkor írt neki. Úgyhogy ezt nem akarom megnézni. Na! Már látom, itt a replayek vannak. Remélem nem fognak szólni azért, mert hogy felveszem, muszáj felvennem, remélem a videóban meg fogják érteni, hogy muszáj felvennem. Ez mi? Én vagyok! Polla! Szia!
senki nem nézi meg, nézzétek meg a sztoriaim, vagy a képet, amit küldtem. Hú, nagyon rég nem snapchateztem, annyira furcsa egyébként. Szia, Polla! Te ki vagy életem? Nem tudja, ki vagyok! Nem ismer. Nem ismerlek. De jó, valaki nem ismer! Küldök neki valamit. Várjatok. Hív az ügynököm. Szia, anya! No, már írtak nekem megint. Még mindig nem tudom, mi történik itt, de egyre kíváncsi vagyok. Benne lesz egy vidibe. Rossz Polla. Oké. Mindegy. Na jó, van, a többiek nem kíváncsiak rám. Úgyhogy menjünk tovább. Várjatok, még mielőtt tovább mennénk, küldtek nekem egy videót. Ugye? Hát ez nem nekem szólt. Hoppá! Bocsi! Bocsi, nem akartam fölvenni! Ne haragudj, nem akartam megnézni. Mindjárt megyek tovább. Hogy raktad be a képét? Nem raktam be! Én vagyok! Hogy raktad be a képét? Én vagyok! Mit videózgatsz? Fel kell vennem, fel kell vennem, hogy benne legyen a videóba. Ne harig, fel kell vennem. Mi van? Nem érti! Na várjatok, küldjünk neki valamit. Elküldök neki egy videót. Nézzük, mi a reaction. Amúgy bocs, hogy ennyit piszkálom a hajamat, nem tudom miért. Hát ezért, látjátok, ezért. Na, küldtem egy Szabó Luca küldött nekem üzit. Most nem mondod komolyan, hogy odaadtad a Chelsea-nek a snap adataid, de odaadta. Most bántani fognak? Új, félek a lányoktól. A lányoktól félek. Nem akarok itt harcot, nem akarok fehér zászló. Megadom magam. Megadom magam. Egyébként ezt akarom is mondani itt videóban, és videó végén is el fogom mondani, hogy mindenképpen változtassátok meg a jelszavatokat, aki látja, hogy beléptem a fiókjába, mert nem szeretnék ebből problémát. Én nem fogok belépni, mert nem is mentettem le a jelszavat egyiknél se. De mindenképpen szerintem változtassátok meg azért a jelszót, és bárki, aki mondjuk nekem küldött esetleg jelszót vagy valami, akkor azt tényleg változtassa meg, mert nem szeretnék én itt ebből problémát. Én ezután úgyis törölni fogom valószínűleg a Snapchatet, de hogyha lesz következő rész, akkor meg újra letöltöm. Szóval ne aggódjatok, én nem fogom felhasználni egyébként egyáltalán az adataitokat, de inkább változtassátok meg, mert nem szeretném, hogy ebből így probléma legyen. Hello, Bello! Ó! Oh! Hello, hello! Hello, Bello! Jó, ő aranyos volt. Azt hittem bántani fog, Tilla. Kint voltam el... Jaj, nem! Jaj, nem! Jaj, nem! Bocsi! Véletlen volt... Mentegetőzök! Én vagyok. Küldök neki vidit! Bocsi, véletlenül én néztem meg. És fel kell vennem videóra, úgyhogy csak ezért látszik, hogy fel van véve. Polla is a magyarázkodás. Nagyon megy neki. Jössz holnap? Nem tudom, hogy ki! Nem jövök holnap! Nem esett le neki, hogy én vagyok. Tehát neki elküldtem. Tehát neki is elküldtem, de nem esett le. Nem tudom, hogy ki az, de majd kérdezd meg újra tőle, amint kilépek a Snapből. Jössz holnap. Mehetek, hova? Menjünk együtt! Nem baj, ha Gergő helyett megyek? Szegény Csajci. Bizú. Nyú, chat! Most láttam Instán. Kaptam egy videót. Ja, hoppá, nem, ezt nem akartam megnézni, és megint fölvettem, elnézést. Rossz vagyok. Hát ez még mi volt? Hogy kerülöd a Polla? Most csak Polla van itt.
ennyi elég volt a munkából, mert azt vettem észre, halljátok, valószínű közben, akinek én belépek a fiókjába, ő közben benn van a fiókba, és ugye ő csetel emberekkel, és én közben úgy szintén benne vagyok, és én is csetelek velük, és így tök zavar az egész. Úgyhogy elnézés, lépek is ki, nem akarok én itt megzavarni senkit, mert nem akarok barátságokat tönkretenni. De amúgy nagyon élveztem, úgyhogy neked is köszönöm szépen, Gergő, hogy beléphettem a Snapchat fiókodba, változtasd meg mindenképp a jelszavadat. Egyébként azt hittem, hogy mindenki olyan jó fej, meg aranyos, és amúgy tök jó érzés, hogy így nem küldtek el sem erre, melegebb éghajlatokra. Nézzük meg akkor utoljára még egy csajszit. Amúgy hozzátenném, hogy itt közben keresgéltem embereket, és valaki, vagy hát nem is valaki, hanem többen is írtátok, hogy most a videó kedvéért változtattátok meg a jelszavatokat, és amúgy ez tök jó ötlet, hogy amíg videózom, addig mindenki megváltoztatja, és ír egy aktuális jelszót, és amint vége a videónak, akkor megint megváltoztatja, mert így a legbiztonságosabb, mert én biztos, hogy nem fog turkálni senkinek a snapjébe, most csak a videó kedvéért lépek be, de szerintem mindenkinek úgy biztonságosabb, hogyha megváltoztatja a jelszavát, főleg, hogyha láttad is, hogy mondjuk a te snapedben voltam benne, vagy így tudjátok, akkor mindenképpen változtassátok meg. Illetve, hogyha kirakom ezt a videót, akkor szerintem mindenki szintén változtassa meg, és majd max kövirek, hogyha szeretnétek, hogy legyen még ilyen, akkor kövileg megint kiírom, és akkor ott majd megint írhattok nekem, és ugyanúgy szerintem úgy csináljátok, mint a legtöbb ember, hogy akkor abban a pillanatban megváltoztatjátok, úgy külditek el, aztán, hogyha vége a videónak, akkor megint megváltoztatjátok. Így a legbiztonságosabb. Meg ez csak poénból készül, senkinek se adjátok meg egyébként a jelszavatokat, soha. Nem mentjük a jelszót. Oksi, beléptem egy csajszinak a fiókjába, Larci. Larcika, küldjünk embereknek snapet. Küldjünk egy tükrös képet szerintem, de kéne valami jó effekt. Oksi, fotóztunk. Elküldöm a barátoknak, a best friendeknek. Kíváncsi vagyok! Amúgy esküszöm, rendesen izgulok mindegyiknél, mikor elküldöm, mert tényleg érdekel amúgy, hogy mit válaszolnak, mit reagálnak az emberek, esetleg valaki megismer, esetleg nem ismer meg, mert vannak azok az emberek, akik egyáltalán nem ismernek meg, és amúgy ezzel nincs baj, mert nem vagyok egy hűde nagy videós, szóval ez várható, hogy azért nem fognak megismerni, de aranyosak amúgy, amikor így megismernek, vagy ismerik az illetőt, azaz engem, és nem hiszik el, hogy én vagyok, tök vicces, ez olyan mókás. Meg kellenek az ilyen videók is, ezek a lazábbak, tudjátok, mostanában egy picit talán komolyabb videókat készítettem így a nyáron. Ugye a betegségem után kicsit komolyra vettem a dolgokat, de most már egyre jobban vagyok, és most már minden rendben van igazából, és egyre jobb videókat tudok így készíteni, mert most így egyre humorosabbakat úgy értem, mert azért ez ilyen hű, de nagy tartalom, de legalább humoros, meg én szeretem, meg jó érzés kicsit néha lazábban kezelni a dolgokat. Viszont nem reagálnak a sztorikra, a képre. Miért? Már egy perc elküldtem. Miért nem nézik meg? Miért nem nézik meg? Léci! Na? Valaki? Akárki? Bárki? Nem akarjátok megnézni a sztorim? Hát most küldtem! Egy tök jó sztorit, egy tök jó tükrös képet küldtem! Tök büszke vagyok rá! Nem nézik meg a best friendik a sztorijaim? Miért nem? Miért nem nézik meg? Nem nézik meg? Nem nézik meg! Léci, nézzétek meg a sztoriaim! Na! Na! Valaki kinyitotta! Valaki kinyitotta! Upött! Kinyitotta, de nem reagálok semmit. Most vagy azért, mert annyira hasonlítunk, vagy mert le vagyok kaksizva. Semmi reakció. Semmi reakció. Ádám, miért nem reagálsz? Miért teszed ezt velem? Összetörted a szívem. Pedig szép pár vehettünk volna. De így, hogy nem is küldesz vissza a snapet? Ez így felháborító. Látjátok? Ezért nincs Snapchatem, mert ha lenne, akkor csak összetörnék a szívemet az emberek. Mint most.
Na jó, azt hiszem én akkor ebből most kilépek, mert sajnos senki nem válaszol nekem, és senki nem akar velem beszélgetni. Megnyitották, de semmi reakció, úgyhogy ki is lépek, nem akarom itt tovább zaklatni ezt a Snapchatet, de köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beléphettem és küldhettem mindenkinek Laura egy jó kis képet. Majd kommentben meséltek el, hogy mi volt ezek után, mert sajnos így nem tudom. És ennyi lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien küldtetek nekem Snapchat fiókokat. Nagyon jó érzés egy tőleg, hogy így megbíztok bennem, meg hogy így nyitottak vagytok erre a dologra, és szerintem nagyon vicces volt, én legalábbis nagyon élveztem, hogy így beléphettem egy-két ember fiókjába. És még egyszer el akarom mondani nektek, hogy mindenképpen változtassátok meg a jelszavatokat, mert így biztonságos, és soha senkinek ne küldjétek el egyébként. Szóval erre nagyon figyeljetek oda, hogy kiknek küldötök bármit is, és a jelszót senkinek se küldjetek. És igen. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ha tetszett, és mondjuk tényleg szeretnétek még ilyen videót, hogy belépek esetleg a nézőim Snapchat fiókjába, akkor mindenképpen toljatok nekem egy lájkot, és írjátok le kommentbe is. Valaki, aki látott esetleg Snapchaten, vagy dumáltunk is pár szót, akkor mindenképpen írjatok kommentet, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyien voltunk, meg mik voltak így a reakciók. Szerintem amúgy nagyon aranyos volt, és én nagyon jól éreztem magam, úgyhogy tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, és akkor majd a következő részben találkozunk. Sziasztok!